Tegnap jelentette be az Instagram az új alkalmazását, az IGTV-t, vagyis az Instagram TV-t. IGTV. Ez egy teljesen különálló alkalmazás, tehát nem az Instagramba épül bele, és már most letölthető mind Androidos, mind iOS-es készülékekre. Ezzel az Instagram még inkább szeretne a videóra koncentrálni, ugyanis eddig maximum 60 másodperces videókat tölthettünk fel, azonban az IGTV-be akár 1 órás videókat is fel lehet tölteni. A videók vertikálisak, amit ugyanaz a magyaráznak, mint az Instagram Stories esetében, hogy főként mobilon való fogyasztásra szánják őket. Ez elsőre furának tűnhet, és igaz, még viszonylag kevés videó található az IGTV-n. Vannak olyan kreatorok is, akik ezt megpróbálják kijátszani, és elmondják a videóban, hogy fordítsd el a képernyőt, és egyből széles vásznon lehet nézni. Ám ugyanúgy, mint a Stories esetében, ehhez valószínűleg hozzá lehet szokni. Állítólag desktopon is nézhetők az IGTV videók, illetve onnan is fel lehet tölteni, nem úgy, mint korábban az Instagram esetében, viszont ahogy kipróbáltam, számomra még nem volt elérhető ez a lehetőség. A nagy kérdés természetesen az, hogy sikerül-e így a YouTube-ból kiszakítaniuk egy szeletet, ám amíg nem indul el a monetizáció, amiről eddig még szó sem esett, addig ez biztosan nem fog sikerülni. Már többen próbálkoztak azzal, hogy a YouTube-ot letaszítsák a dobogóról, ám még mindig a YouTube rendelkezik a legtöbb és legjobb olyan eszközzel, ami mind a tartalomfogyasztók, mind a tartalomgyártók számára hasznos. Az IGTV hátránya, amellett természetesen, hogy egyelőre nem lehet vele pénzt keresni, ugyanúgy az, hogy nagyon nehezen kereshetőek a videók, nem elég részletes az analitika, és nehéz elérni az archív videókat, valamint nem igazán a sorozatszerű fogyasztást szorgalmaz. De azt is láttuk már, hogy az Instagram az újabb és újabb funkcióival mindig lenyűgözi a most már több mint 1 milliárd felhasználóját, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy az IGTV-ből mi fog kisülni hosszú távon.